Hasszan Farud vádlott bűnös, a BTK 143. szakasz első bekezdési A és G pontjába ütköző bűnszervezetben és társsettesként elkövetett emberiesség elleni büntetben. Bűnszervezetben elkövetett emberiesség elleni büntetben találta bűnösnek, és ítélte ezért életfogytiglanra az Iszlám Állam egyik volt szíriai vezetőjét a fővárosi törvényszék. A vádlottat azonban a bíró valamiért nem zárta ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. A vádlott a kiszabott szabadságvesztésből legkorábban 30 év után bocsátható feltételes szabadságra. Az M1-nek nyilatkozó jogászok szerint a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége miatt törvénysértő lehet az ítélet. Bérces László büntetőjogász szerint a legsúlyosabb bűncselekmények esetében a törvény kizárja, hogy feltételesen szabadságra bocsássák azt, aki bűnszervezet tagja volt. A büntető törvénykönyv felsorolja azokat a konkrét eseteket taxatíve, amelyek esetében, hogyha bűnszervezetben követték el, és életfogytiglanos szabadságvesztést szabtak ki, akkor a feltételesből ki kell zárni az elítéltet. Például az emberiesség elleni bűncselekmény, ez ilyen jellegű cselekmény, itt nem lehet feltételes kedvezményt biztosítani az elítéltnek. A fővárosi törvényszék ítélete az ügyészség szerint is törvénysértő. A vádhatóság fellebezett, hogy a másodfokú bíróság kijavítsa az ítélet hibáját. A büntető törvénykönyv bűnszervezeti elkövetés esetén kötelezően előírja, hogy ki kell zárni a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Erre figyelemmel az ítélet jogszabálysértő, ezért a fővárosi nyomozóügyészség fellebezést jelentett be ellene a vádlott terhére. A szír férfi ügyvédje az M1-nek azt mondta, nincs jelentősége annak, hogy védencét kizárják-e a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, vagy nem. Kele László szerint Hassan F. nem fog 30 évet ülni. Háromszor próbált öngyilkos lenni, és nekem is ezt mondta, hogy ügyvéd ura, ez így marad, akkor öngyilkos leszek. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy most dogmatikailag 30 évet, vagy élete végéig lesz börtönbe, mert tud egál, ugyanaz lesz az ügyfelemre a következménye. A vádirat szerint Hassan F. az Iszlám Állam tagjaként, majd egyik helyi vezetőjeként Szíria Homs nevű tartományában 2015-ben halállistát készített a terrorszervezet ellenségeinek tekintett emberekről, akiket az általa irányított egység a parancsára felkutatott és megölt. Az akkor 23 éves Hassan F. további legalább két ember kivégzésében személyesen is részt vett. A férfit 2018-ban fogták el a magyar hatóságok a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amikor hamis iratokkal próbált egy szírnőt kicsempészni az országból. A bírói műhiba érdemben nem befolyásolja a Hassan F. ellen folyó eljárást. A vádlott továbbra is letartóztatásban marad, az ítéletet a másodfokon eljáró fővárosi ítélőtábla javíthatja majd ki.